A Pirtói Közösségi Élet Központja a Művelődési Ház, ez ad helyet a legtöbb helyi rendezvénynek. Korábban a terület és település fejlesztési operatív program, vagyis a TOP keretében az épületet felújították, ám akkor a nagyterem modernizálására már nem jutott pénz. Ezt hivatott pótolni az a beruházás, amelyet most a Top Plusból elnyert 65 millió forintból finanszíroz a település. A Top Pluson belül nyertünk pénzt, ez a pénz nagy teremnek a teljes felújítására fog fordítani, illetve új bútorzatra, valamint új hangtechnikár és új fények fognak fölkerülni erre az épületre. Minden olyan ö, iskola, óvoda, illetve a művelődési háznak az igazgatója által szervezett dolgokatok itt történnek meg. Minden olyan rendezvényünk, itt lehet beszélni akár a farsangi mulatságtól kezdve, akár az augusztus 20-ai ünnepségtől kezdve, akár ö, lehet mondani a Márton napi, lehet a Mikulás napi ünnepség, anyák napi ünnepség, ami közeljövőben lesz az a pár napon belül, a Művelődési Házban zajlik le. Azon kívül a nagy terem mellett lévő teremben viszont már különböző szakkörök működnek, illetve amikor nagy a létszám, akkor a szakkörök itt működnek ebbe a terembe. A projekt része a helyi kisportpálya felújítása is. A főként a fiatalok által kedvelt területet komfortossabbá és biztonságosabbá teszik, valamint egy futópályát is építenek köré. Az a sportpálya szó legszorosabb értelműen életveszélyes. Nincs bekerítve, 53-as út mellett van, a labda kibeágódik oda, illetve csak az erre az egyenletet használni. Most a, ez a rekonstrukció során egy futópálya lesz kialakítva körbe ezen a területen, be lesz kerítve, illetve a focipálya az le lesz védőhálóval még hálózva és ez ott a tereprendezés meg fog valósulni, és tényleg akkor egy nagyon jó kis hely fog kialakulni, illetve a szabadtéri rendezvények egy részét ott tudnánk megtartani. Az önkormányzat szeretné, ha mielőbb elkezdődne a megvalósítás, szándékaik szerint egy hónapon belül megtörténhet a kivitelező kiválasztása.